Pille is gazdát keresett szombaton. Kutyákat fogadhattak örökbe és támogathatták a Lőrinci Kutyahűség Alapítványt, akik kilátogattak a Loki pályára. A rendezvényt egy 60-i kutyaiskola szervezte. Juhászné Hidvégi Beáta azt mondja, a kutyák oktatásán túl az állatok támogatása is célja az intézménynek, az alapítvánnyal pedig régóta jó kapcsolatban vannak. Több éve ismerjük egymást. Ők nem is tudom, azt hiszem, egy pár éve kezdték el segíteni az állatokat, és akkor állandóan beszélgettünk erről, hogy hogyan segíthetnénk egymást, hogy hogyan segíthetnénk mi nekik, hogy az állatokat gondozni, vagy esetleg finanszírozni valahogy ugye az etetésüket, stb. És így gondoltuk ki ezt a programot, tehát a Dream Kutyaiskola így gondolt ezt a programot, hogy ezt jó lenne így megvalósítani, akkor még ezzel esetleg segíteni őket. A Kutyahűség Alapítvány munkatársai elsősorban kóborló kutyákat fogadnak be, és próbálnak az állatoknak gazdát találni. Szoldatis Gyöngyi arra hívta fel a figyelmet, hogy sok helyen még mindig rossz körülmények között tartják a kutyákat. A problémával kapcsolatban pedig az alapítvány munkatársai a gazdák felelősségét hangsúlyozzák. Nem csak arról szól ez a dolog, hogy most oldjuk meg ebben az évben, meg most ebben a pillanatban, tehát azért egy kicsit nevelni is szeretnénk ezzel. 2011-et írunk, és vannak helyek, ahol olyan körülmények között vannak kutyák, és nem csak kutyát, más állatot is, olyan körülmények között tartanak, hogy egyszerűen, amikor okos telefonokkal járkálunk, és interneten élünk, akkor ez hogy lehet, hogy egy élőlénnyel meg így bánunk. Aki kutyát szeretne örökbefogadni vagy támogatni az etetésüket, az a képernyőn látható telefonszámon jelentkezhet. A rendezvényen szórakoztató programok is várták az érdeklődőket. Többek között volt vadállat bemutató, és kutyakiállításon is bemutathatták a gazdák kedvenceiket.